Zénk, a nagypályás NB1-es bajnokság már befejeződött, azonban a kispályán javában rúgják a bőrt a játékosok. A 23. fordulóban olyan mérkőzésre került sor, amely összecsapás döntően befolyásolhatta a bajnokság végkimenetelét. Ez a találkozó pedig a jelenlegi első és második csatája volt. Következzen a Turulány és a Bombon rendezvúja. A városi kispályás bajnokság első osztályában a 23. fordulóban az eddigi eredmények tükrében talán lehet azt mondani, hogy az év rangadója kezdődött meg. Mégpedig a világos kék mezben játszó Turulány és a fehér mezes Bombon együttese között. Kékben a Turul balról jobbra, még fehérben a Bombon ellentétes irányba támad. Az első és a második helyezett csatája. Jelenleg a bajnokságot a Turulány vezeti 49 ponttal, a Bombon 43 pontot szerzett eddig. Igaz, ők egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, tehát igazán kiérezett csata várható, hiszen a bajnoki cím felé tehet nagy lépést az az együttes, amelyik ezt a találkozót megnyeri. Nausz a labdával. A két együttes összeállítása a Bombon kapuját Revelant Zoltán őrzi, de lássuk ezt az első helyzetet, és már is gól. A Bombon első akciójából a második percben vezetést is szerez, mégpedig Balló Zsolt a gólszerző. Gyorsan rezdült a háló a mérkőzésen, még az összeállításokat sem tudtam felsorolni, tehát a Bombon kapuját Revelant őrzi, aztán pedig négyessel Komáromi, 27-essel Balló Zsolt, 7-essel Molnár Csaba, és nem sokkal került el most éppen Molnár Csaba gurítása a kaput, 9-essel Knausz. Ez a kezdő együttes a Bombonnál, a Turulnál Fekete Ferenc a kapuban. 11-essel Paral, 20-assal Molnár Tamás, 13-assal Kis Gábor, 17-essel Karsai Márk és 10-essel Kis Róbert. Ez a kezdő alakulat. Molnár, Karsai, fésű csúszott be. Revelant, Karsai támadta. Ősszel a két együttes csatáját a Bombon nyerte, mégpedig 6-0-ra. Ilyen meglepetésszerű győzelem volt az, már ami a Turul addigi eredményeit illeti. Aztán most Molnár indulhat meg zicserben. Szép mozdulat volt, azonban centiméterekkel elkerülte a labda a Turul kapuját. Paral, Kis, Karsai, Paral, Balló Zsolt szerzett labdát, aztán Karsai lépett közbe. Komáromi. Balló! Bedobás lett a dologból. Az utóbbi négy mérkőzés mérlege a Bombon. Tehát az utóbbi négy mérkőzésen a Bombon teljesített inkább jó eredményt, mint a Turul, hiszen a Turul egy vereséget és egy döntetlent is elkönyvelhet. Még a Bombon nyerte az utóbbi négy találkozóját.
Először még április 9-én a Fedél Kft-t verték 9-1-re, aztán a Csé plusz V-t 2-1-re. A 21. fordulóban a Coopert 11-1-re, és a 22. fordulóban pedig a múlt héten a Klubfecát 5-4-re, óriási csatával. A Turulány pedig a 19. fordulóban a Coopert 4-2-re verte, aztán következett az Aprilia, a vereség 3-2 arányban, majd következett egy döntetlen a Klubfecával 5-5, és legutóbb polzáporos mérkőzésen 15-1-re verték a Koralt. Így ez a találkozó talán felpörgetett egy csapatot ilyen nagy arányú győzelem esetén. De erre a pörgésre a Bombon most nem adott lehetőséget, hiszen rögtön a mérkőzés elején góllal jelentkeztek. Kérdés, ez mennyire zavarja meg a Turul játékosait, bár ez igazán nem jellemző rájuk, fésű. Balló. Komáromi kis szerelte. A 7. percben járunk. 1-0-ás Bonbon vezetés. Komáromi. Molnár Tamás. Balló. Kapufa. Balló Zsolt egyenlőre tarthatatlan, úgy tűnik. Egy gól és egy kapufa az eddigi mérlege mindössze 7 perc alatt. Megint Balló Zsolt a labdával. Molnár szerelte. Molnár még. Turul szabadrúgás. A tavalyi bajnokságban egyébként a két csapat nagy csatát vívott, hiszen akkor a második helyen a Turulány, még a harmadik helyen a Bombon végzett. Most pedig a bajnoki címért harcol a két gárda. Reveland veszi fel a labdát és dobja ki. Molnár Csaba fején csúszott meg. Turul bedobás következik. Kis Robert. Kis Gábor lépte át a labdát. Fésű. Molnár jól tartja, Paralt csapta be, Molnár Csaba, Kis Gábor lép ki. Farsai, Paral, hátraadja Kis Robertnek, Paral kapja vissza, és Molnár Csaba fülelte le az átadást. Jól tartotta, most már Komáromi, Kis Robert rúgta ki. Komáromi bedobása. Elszállt a fejek felett. Molnár Tamás. Farsai. Knaus. Komáromi. Knaus. Molnár Csaba egyedül elől. Szöglet. Kis Gábor lépett bele, és majdnem saját kapuját veszélyeztette ezzel. Komáromi érkezik a szöglethez. 10. perc, 1-0-ás Bonbon vezetés. Balló fejeli egészen hátra saját kapusáig. Knaus. Reveland.
kell állítani a játékot, hiszen Molnár Csaba maradt lenne a parketten. Összefejeltek a Turul játékossal, Paral Bálinttal. Szoboszlai érkezik helyére. Paral keresi az embert, egyelőre nem találja, akinek adhatná a labdát. Molnár merre veszi, aztán ballal lő, messze mellé. Fésű, a Reveland, Kis Gábor, Fekete. Kis Róbert, Karsai. Kis Róbert kapja vissza, Karsaival játszik össze, egy lövés, Reveland hárított. Nem volt veszélytelen, hiszen igencsak takarták a játékosok a kapus elő labdát. Karsai kapás lövése felszáll a lelátóra. Fésű. Balló. Kis Gábor szabadít fel. Magda szerez labdát. Kis Gábor. Kis Róbert. Szoboszlai. Knausz. Parral esett el. Magda lépett oda a Szoboszlai lábára, de nem volt szabálytalan. Magda. Parall. És kirúgás lesz, hiszen az alapvonalon hagyta el a labda a játékteret. A Reveland kirúgása. Parall fejelte vissza. Robert. Molnár. Komáromi bedobása. Kis Róbert fülelte le. Komáromi ismételhet. Szép, fésű fejelt. A felső lécről jött ki a labda. Aztán Balló lövését pedig már Fekete hárítja. Szöglet. Komáromi végzi el. Fésű lövése levágódik. Knausz bedobása, Balló. Szép Szoboszlai csele, elfekteti a kapust, aztán a kapu mellé lő. Magda. Molnár. Parall. Távoli lövés. Azonban a labda célt téveszt. Fésű. 15. perc. 1-0-ás bonbon vezetés. Magda. Parall. Komáromival csatázik Parall Bálint.
Molnár Tamás végzi el a szabadrúgást. Nem szoktak veszélytelenek lenni a turulpont rúgásai. Ez a lövés most levágódott a sorfalról. Molnár. Fésű. Revenantnak haza. Szoboszlai. Komáromi. Fésű. Revenant. Szoboszlai fordulhat. Kis Gábor ért vissza. Magda. Kis Gábor megpattan, de Reveland biztos kézzel fogja a labdát. Molnár, Magda fölé. Gólhelyzetek igazán nem alakulnak ki, és ez leginkább a Bombon kapujára igaz, hiszen a fehérmezesek azért már egy párszor veszélyeztették a turul kapuját, de fordított esetben erre nem igazán volt példa. Kis Róbert, Parall, Magda. Fésű kísérte ki. Fésű Gábor. Szoboszlai. Balló sarokkal Szoboszlainak vissza. Szép mozdulat volt, de kapura fordulni nem tudtak vele. Knausz. Kis Róbert veszélyeztette csak éppen saját kapuját. Feketének kellett spárgáznia. Knausz bedobása. Kis Róbert csúsztatja meg szöglet. Szoboszlai a sarokrúgásnál. Kifelé jár a szabadrúgás. Kis Róbert. Farkas István esik el. Knausz támadta hátulról. 19. perc. 1-0 Bonbon javára. Magda Csaba a labda mögött. Szép lövés volt. Jobb külsővel tekerte el az egyszemélyes sorfal mellett. Revenantnak bizony tornásznia kellett, és itt van a második Bombon kapufa. Ezt most Szoboszlai mutatta be. Az ellentámadásból Parall Revenant hárít. Most felpörgött egy picit a játék. Fésű, Szoboszlai, Kis Gábor az utolsó pillanatban, a lövés pillanatában ért oda. Kis Róbert. Parall. Parall Bálint még mindig, aztán Farkas segít be neki. Kis Gábor. Kis Róbert, Reveland. Jobb lábbal szögletre. Nagyon üresen hagyták Kis Róbertet a hatoson belül. Aki fordult egyet és egyből lőtt. Magda. Oldalháló. Szoboszlai csúsztatta meg.
Róbert. Magda. Kis. Komáromi lépett közbe. Az utolsó 5 perc kezdődött meg az első fél időben. Továbbra is 1-0-ra vezet a Bombon. Parall. Kis Róbert. Kis Gábor. Revelant hosszú kirúgása. Baló Zsolt most nem tudta lekezelni a labdát, amit Szoboszlaitól kapott. Kis Róbert, Komáromi szerelte, Parall fejeli haza. Kis Gábor. Magda. Knausz birkózott Farkas Istvánnal. A sétmester nem látta szabálytalannak az esetet. Fekete. Magda. Balló fejeli haza. Revelant dobja ki. Szoboszlai. Bizony most nem értették meg egymást a fehérmezesek. Komáromi odadobta a turul játékosainak a labdát. Magda, Revelant, nagy védés, Farkas pedig a kaputorkából mellé pöccint. Revelant pedig a földön feküdt. Nagy helyzet volt. Knausz. Szoboszlai egyel tovább. Balló Zsolt, maga elengedi, ballal lő, fekete véd. Most vannak helyzetek. Knausz Tamás bedobása, fésük éri, nem kapja. Kis Róbert fején pattant meg a labda. Revelant. Szoboszlai. Szoboszlai még két embert is kicselez. Kis Gábor lépett bele a lövésbe. Szöglet. Huszonharmadik perc. Szoboszlai szöglete, és ott van a második Bombon találat. A gólszerző pedig Fésű Gábor. Ez egy szép szöglet kombináció volt, és a 24. percben már 2-0-ra vezet a Bombon. Parall. Kis Gábor. Farkas. Kis Róbert. Kis Róberthez kerül vissza a labda, és ez túlságosan mély. Molnár Csaba. Kis Róbert. Az utolsó perc kezdődött el az első fél időben. Balló tartja. Molnár felé szállt a labda. Egy picit hosszú volt azonban az átadás. Farkas. Kis Róbert 3-3-ban. Kis Gábor keresztbe lövi. Csaba.
Knaus, Reveland, Fésű, Komáromi, Molnár, Komáromi próbálta visszafejelni. Túlságosan szép gólt akartak lőni most a Bomboni játékosai. És vége az első félidőnek. Szinte másodpercre pontosan fújták le a sípmesterek. Balló Zsolt és Fésű Gábor góljaival 2-0-ra vezet a Bombon. 2-0-ás Bombon vezetés. És ez már a második félidő. Molnár. Knaus. Kis Gábor, Molnár Csaba zavarja, Molnár Tamás, Reveland hárít lábbal. Fésű. Reveland kirúgása, Kis Gábor. Balló Zsolt lőtt a kapu fölé. Hogyha itt a Bombon tartani tudja előnyét, és meg tudja nyerni a találkozót, akkor igen érdekesen alakul a bajnokság véghajrája. Hiszen ugye a Turul jövő héten nem játszik, ő lesz a szabadnapos együttes, és hogyha ott a Bombon begyűjti a 3 pontot, akkor egyenlő ponttal állnak majd az együttesek a tabellán, mindkét csapatnak 46 pontja lesz. Illetve 49 pontja lesz, elnézést. És az utolsó két fordulóban a Torola Blue hétfővel, majd az utolsó játék héten a fészeképítőkkel csatázik. Míg a Bombon ellenfelei a Blue hétfő, a Bádogos és a Szépfő Szeder sorrendben. Tehát azt lehet mondani, hogy nyerhető találkozók, sőt, majd hogy nem kötelező győzelmet mindkét együttes számára. Reveland kapott most egyet az arcára, és ott van a szépítés. Mádi Csaba beállta, úgy tűnt, lendületet hozott a Turul játékában, és passzát Molnár Tamás váltott a gólra. 2-1 az eredmény a 28. percben. Reveland most már rendbe jött, így lehet közepet kezdeni, ez megtörtént. Most nagyon rákapcsol, úgy tűnik a Turul Line. Komáromi. Mádi mellett megy el, Komáromi lő, Feketének kellett hárítani a szöglet. Balló Zsolt szöglete Molnár Csaba lábáról, adja el a labda a játékteret. Mádi. Molnár. Kis Gábor. Molnár Tamás.
Molnár Csaba fejelte vissza. Kis Gábor. Molnár Tamás. Mádi. Jól járatják a kékmezesek a labdát. A bomba most nem tud a játékszer közelébe érni. Parall. Karsai. Parallnak vissza. Kettő egyes bonbon vezetés. Karsai. Molnár. Karsai. Jók a cselek. Molnár Csaba szerez labdát. Gól! Balló vállalkozott lövésre, és Fekete bizony nem jól őrizte a rövid sarkot. Közte és a kapufa között hult a labda a hálóba. Balló Zsolt második góljával 3-1-re vezet a bombon, és a Turul játékosai azt reklamálják, hogy bizony Karsaival szemben szabálytalankodott Molnár Csaba, hogy ezt le kellett volna fújni. Hát ezen bizonyosan lehet vitatkozni, de a tény az tény, hogy Balló betalált a kapuba. És ezzel már 3-1 az eredmény a bombon javára. Fésű, 4-1. Annyira próbáltak támadni most a Turul játékosai, hogy egy percen belül két gólt kapnak. Most Fésű vette be fekete hálóját. 1-4 a 31. percben. Fésű. Karsaiban akad el. Parall. Parall még mindig. Nagy lövés, levágódik. Kis Gábor. Karsai. A felső lécet találja telibe. Parall lövése pedig lecsúszik a lábáról. Fölé is, mellé is. Reveland. Balló felé, egyből középre, ott azonban nem érkezett játékos, ahova ő gondolta. Fekete. 33. perc, Kis Gábor. Mádi. Kirúgja. Knausz. Balló Zsolt, Molnár Tamás, Karsai lépi át, Mádi egy picit késve érkezett. Balló. Molnár szerelte erőszakosan, Fésű. Balló, Molnár Csaba. Lekésett. Mádi. Kis Gábor. Molnár Tamás. Molnár Csaba szerez labdát hátul. Knausz. Balló, megint csak Molnár felé a hosszú indítás, de hát ez megint csak hatástalan marad. Mádi egy kötéllyel próbálkozott, Fésűben azonban elakadt a labda, majd Karsai rántja le Szoboszlait a mezénél fogva. Fésű végzi el a szabadrúgást.
karral fejelte vissza a mezőnybe, pontosabban a játéktéren kívülre a labdát. Molnár. Komáromi. Fésű nagy lövés. Elkerülte a kaput. Baral. Karsai. Karsai még. Molnár Tamás. Ott volt a nagy lehetőség Kis Gábor előtt. A labda azonban rosszul pattant a lábáról. Karsai állította meg most a bombon ellen akcióját. Fésű bedobása. Fésű. Túloldalon megy ki, Knausz hiába sprintelt a labdáért. Kis Róbert, Molnár, majd Komáromi a labdával. Kis Gábor, Molnár Tamás, Kis Gábor kapja vissza. Parall a vonal mellett, Komáromi. Ő kivágja. 37. perc. 4-1-es bonbon vezetés. Molnár vissza középre, aztán a másik Molnár, Molnár Csaba emeli ki, Szoboszlai. Kis Gábor. Kis Róbertnek kellett megszeridítenie, Parall. Komáromi. Majd Szoboszlai. Molnár Csaba egy az egyben, inkább húzott még egyet rajta. Molnár harmadszor is próbálkozik, Karsai pedig harmadszor is beleér a labdába, blokkolja a lövést. Komáromi bedobása. Szoboszlai fejese, fekete hárítása. Mindezek után pedig szöglet, melyet a bombon rúghat. Molnár Csaba, fésű, nem sokkal ment fölé. Karsai. Knausz. Taktikai utasítások a lelátóról is. Az imént lehetett hallani, hogy harcoljál, mint Bemapó. Revalant kirúgása. Kis Gábor. Karsai. Kis Gábor kapja vissza, és Szoboszlai lépett közbe. Azonban rátartott a lábára, ezért jár a turul szabad rúgás. Kis Róbert, Molnár Tamás, ez a Parral elnézést. Szoboszlait erőzte meg Parral, Kis Róbert, aztán most már a fehérmezesek veszik el a labdát. Fésű, góltartja, Revalant is játékba avatkozik. Szoboszlai és Kis Gábor csatája, aztán Komáromi. Két kékmezes zárta össze előtte Molnár és Parral. Komáromi végzi, inkább nem, ott hagyja a labdát, így fésűre marad a pontrúgás elvégzése. 40. percben járunk, fésű az előtt álló Karsait találta teribe,
Knausz. Komáromi csúszott el, ez éppen elég volt ahhoz, hogy Kis Gábor odaérjen. Komáromi bedobása. Kis Gábor szabadít fel. Komáromi. Mellé. Paral. Szoboszlait csapta be. Kis Róbert. Paral. Eladják a labdát. Karsai helyett Magda Csaba állt most be. A Turul együttesében Reveland. Knausz. Molnár Csaba. Farkas István csúszott be távolról, azonban nem ért el a labdát. Knausz dobja haza. Reveland veszi fel. Knausz. Komáromi. Komáromi még mindig. Komáromi. Szép játék és Molnár Csaba. 5-1. Mindez a 42. percben. Nagyon szépen játszották át a Turul védelmét. Komáromit dicsérte az akció, és aztán pedig önzetlenül passzolt Molnár Csabához. Neki teljesen zavartalanul a gólvonal elől pofozta a labdát a hálóba. Kis Gábor szöglete elakad, Molnár Csaba. Most Határ Csaba a pályán, a Bombon együttesében. Most kapja a labdát. Szoboszlai, Fekete jön ki a kapujából határozottan. Paral. 5-1-es Bombon vezetés, kérem szépen. És úgy tűnik, hogy a Turulnak nem fekszik a Bombon játéka, hiszen a két mérkőzésből már 11 gólt kaptak, és mindössze egyet tudtak rúgni. Ez valamit elárul, hogy úgy érzem. Reveland szoboszlai sarokkal próbálkozott. Egy picit nagy képű megoldás volt. Magda. Kis Róbert. Farkas próbál lefordulni, az oldalhálót találja el. Túlságosan kisodródott már. Mádi. Magda. Feketének haza. Kis Róbert. Mádi. Farkas. Szép játék. Reveland. Micsoda reflexekkel ütötte ki a labdát. Magda. Óriási lövés. És a Reveland a kapufára tolja. Egy vetődéssel. Aztán Szoboszlai indulhat a másik oldalon. Molnár Csaba zárkózik fel. Fekete véd. Óriási helyzetek mindkét oldalon. Szép megoldások. Csak éppen a befejezésbe csúszik hiba. Farkas. Reveland. Határ. Molnár Csaba. Szoboszlai, Határ Csaba, kapufa. És ebből fordul a Turul. Kis Róbert. Farkas fölé. Az utóbbi percekben tűzi játékot rendeznek a játékosok mindkét oldalon. A 45. percben járunk, tehát a rendes játékidőből addig több mint 5 perc van hátra, és 5-1-re vezet a Bombon együttese.
Paral Bálint marad lent a parketten, most már talpon. Túrul szabad rúgás következik. Magda Csaba végzi el a szabad rúgást. Azt nem mondanám, hogy 3 méterre áll a sorfal, de hát nem kérte ki. És aztán pedig a labda Mádiról pattan ki. Knausz. Szoboszlai. Fésű. Molnár Csaba Fésűnek teszi le. Fésű még. Fekete. Szöglet. Határszöglete. Szoboszlai teszi bele a fejét. A labda azonban, hogyha nem az oldalvonalon hagyja el a játékteret. Magda. Fésű lépett bele a lövésbe, Reveland még megpróbálta menteni, hogy ne legyen szöglet. Paral, Reveland, ott van még a lehetőség, most már nem. Molnár Csaba, itt a Szoboszlai elnézést, Molnár Csaba a másik oldalon várta a labdát, most kapja. Mádu lépte át, Haturul lendülhet támadásba. Paral. Kis Róbert, Határ, Paral jó ütemben lép ki, aztán Knausz szereli, hiszen bizonytalan volt a labdavezetés. Knausz bedobása, kapusát Reveland Zoltánt választja, Fésű, Reveland. Knausz, Molnár Csaba. Bizony nem nézett föl, hiszen középen és jobb oldalon helyezkedtek játékos társai. Bal oldalon senki nem volt. Magda. 48. perc. Mádi. Paral. Jól védekezik a Bonbon. Farkas érkezik a bedobáshoz. Magda, Fésű, Szoboszlai, majd Knausz a labda útja. Ez pedig már kint van. Mádi, Magda. Magda még mindig, aztán Paral engedi el, Feketének kell közbeavatkoznia. Mádi. Kis Róbert. Bedobás. Reveland tartja a labdát, aztán most vágja előre. Paral fordulhat, lő mellé. Határ Csaba, Knausz, Magda szerez labdát, 3-1-ben, Magda, Magda még, Farkas, és elpuskázzák, Reveland véd, és aztán ez a lövés már levágódik. 3 turul támadó, egyetlen Bonbon védőre vezethette rá a labdát, és mégis el tudták puskázni. Bár talán túl sok jelentősége nincs a dolgoknak, hiszen az utolsó perc kezdődött meg, és 5-1-re vezet a Bonbon. Magda. Mádi. Határ. Szoboszlai.
Molnár Csaba, Szoboszlai, Mádiról megy ki, szöglet. Szoboszlai. Reveland. És csak úgy érdekességképpen mondom, hogy a bombon első találata, ami a második percben esett és Balló Zsolt lőtte, az volt az idei századik találata a fehérmezes együttesnek. És vége a találkozónak. A bombon tehát 5-1-re nyerte a mérkőzést a Turul Line ellen, és így igazán izgalmas véghajrája lesz a kispályás első osztályú bajnokságnak. Tehát még egyszer a végeredmény, bombon, illetve Turul Line bombon 1-5. A játék hét nyitó mérkőzése a Szépőszeder Cséplusé találkozó elmaradt, így a 3 pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a Cséplusé kapta. A következő percekben a lejátszott mérkőzések összefoglalóit láthatják. A Süni és barátai, valamint a Fedél Kft. Őszi egymás elleni találkozóján gólzáporos Fedél győzelem született, igaz a Süni akkor nem hullajtotta könnyen a tüskéit. Épp úgy, mint a 23. fordulóban, amikor leginkább a mezőnyben küzdöttek a felek egymással. A kapuk ritkán forogtak veszélyben, a Süni a kiesés elől menekül, míg a Fedél Kft. Az élmezőnyben küzd a minél jobb helyezésért. A sárga mezes és részben kölcsönszerelésben játszó Fedél szerzett vezetést, azonban Süniek gyorsan egyenlítettek. Még az első félidőben ismét egy gólos előnyre tett szert az esélyesebb Fedél Kft., és ekkor még senki sem gondolta, hogy többször már nem rezdülnek a hálók. Fordulás után csupán csak helyzetekig jutottak a csapatok, így a végeredmény 2-1 a Fedél Kft. Javára. Egy olyan csapat ellen játszottunk, aki a harmadik helyért küzd jelenleg a bajnokságban. Hát ennyire futott a küzdöttünk. Igazából a bemaradás a cél. Reméljük, hogy enélkül a meccs nélkül is összejön. Bízunk benne legalábbis. A sereghajtó fészeképítők a 4. Aprilia motorosbolt ellen léptek pályára. A narancsmezesek kapus nélkül érkeztek a találkozóra, így egy mezőnyjátékos állt a gólvonal elé. Ez pedig elegendő ok volt az Aprilia bizakodására. Már az első percekben vezetést is szereztek a motorosok, de a fészek nem illetődött meg, sőt, kombinatív játékukkal uralták a félidőt, előbb egyenlítettek, majd 4 gólos előnyre tettek szert. A második félidőt is jól kezdte az Aprilia, de az építők gyorsan lehűtötték a kedélyeket. Az Aprilia motoros volt hiába próbálkozott, ezen az estén nem tudta megszorítani a lendületesen és pontosan játszó fészeképítőket. A végeredmény 8-3 a fészek javára. Nagyon szomorú vagyok, megmondom őszintén, mert ennek már korábban ki kellett jönni, és akkor most nem ott állnánk a tabellán, ahol állunk. Viszont örülök neki, mert ma azt játszott a csapat, amit tud. Még megvan az esély a bentmaradásra, hogy látod? Hát a reális esély elméletileg megvan, csak nagyon kicsi. Mindenki kikap, akik előttünk vannak, és ugye nincs túl sok pont különbség, és mi lehozzuk még az utolsó két meccset, akkor elméletileg van rá esély, de hát ez most ilyen szempontból lényegtelen, jövünk és játszunk. Meccs után összeülünk, megbeszéljük a dolgokat, mi lehetett az oka. Hát szerintem hozzáállás beli probléma volt. Úgy gondoltuk, hogy ők az utolsók simán, hogy felvisszük a meccset, aztán nyerünk 3-4 góllal, de hát nem jött össze, ők bennek vannak maradni, hajtottak, ennyivel voltak jobban. A 6. és 7. csatáját hozta a Blue Hétfő klubfeca összecsapás. A találkozó elején a feca szerzett vezetést, majd hátrányát gyorsan ledolgozta a fehérmezes Hétfő. Ekkor úgy tűnt, hogy a helyezések és a két pont különbség függvényében szoros mérkőzést vív egymással a két csapat, ám a klubfeca erre rácáfolt. Elhúztak ellenfelüktől a kékek, majd 4-1-es vezetésük tudatában visszaálltak. A területi előnyt nem tudta hasznosítani a Hétfő, sőt Máriásiék tovább növelték előnyüket. A fordulás után már több lehetőség adott a Blue Hétfő előtt is, de a feca nem engedte közel magához ellenfelét. Fekete csütörtökként élte meg a Blue Hétfő a 23. forduló második játéknapját, hiszen a mérkőzést 10-4-re nyerte a klub feca. Nagyon gyengén játszottunk, az ellenfél azt csinálta velünk, amit éppen nem akart, sajnos ennyire vagyunk most ilyen példa képesek, remélem, hogy jövő mérkőzésre javulunk egy kicsit. Mi lehet az oka annak, hogy a Blue Hétfő az utóbbi mérkőzéseken igen nagy arányú vereségeket szenved? Hát egy az, hogy a kapusunk időlt a sorból, aki mérkőzésenként ezért elég jó teljesítmény nyújt. A másik pedig hát a védekezésünk az, hogy kívánni valót maga után. Harmad sorban pedig nem vagyunk itt fejben, én úgy vettem észre az utóbbi időben. Ez a mai találkozó, ugye, szerintem, hogy a képekből is kiderül, elég sima volt. Én nehezebb mérkőzésre számítottam.
de az a lényeg, hogy hoztuk a mérkőzés, és úgy néz ki, hogy a ellenfelünk elé kerültük a tabellán. És akik közvetlen követték a két együttest, a záró mérkőzésen a 9. bádogos a 8. Cooper SC-vel találkozott. A mérkőzés elején csupán puhatoroztak a csapatok, majd a kékmezes Cooper SC mutatta meg, melyik gárda alkot jelenleg egységesebb és frissebb alakulatot. A két együttes őszi rendezvúján a Cooper 6-1-re nyert, és most már az első 25 percben 5 találatig jutottak az újoncán biztos bent maradó sportklub játékosai. Fordulás után sem változott különösebben a játékképe, csupán annyiban, hogy ekkor már a bádogos is veszélyeztette az ellenkapuját, és gólokat is rúgott. Azonban közel sem annyit, mint a Cooper SC, mely együttes 9-2-re nyerte a találkozót. Úgy érzem, hogy jól játszottunk, kihasználtuk a helyzeteinket, 9-2-re nyertünk, mostanában úgy érzem, hogy jók vagyunk. Valóban ennyivel jobb a Cooper, mint a bádogos? Hát nem tudom, én szerintem jobbak vagyunk, hogy ennyivel vagy nem, azt nem tudom, most így alakult. Jó esett egy kicsit a játék nekem is, végre játszottam, mert nem voltak itt a srácok. Kicsit a közönségnek is tudtam produkálni, egy helyzetig jutottam. Hát persze természetesen azért kicsit komolyabban kéne lenni, de ahogy többször is elmondtam, munkahely, egyéb problémák, hát így tudunk felállni. Amikor viszont normálisan itt van a csapat, akkor más eredmények születnek, mint ahogy az előző fordulókban is. Most valóban ennyivel jobb volt a Cooper, mint a bádogos? Persze. Igaz, hogy hagytunk ki mi is helyzeteket, de ennyivel jobb volt. A 23. forduló eredményei szép Szeder Csipluszi mérkőzés nélkül 0-3, Turulány Bombon 1-5, Sünés Barátai Fedél Kft. 1-2, Aprilia Motorosbolt Fészeképítők 3-8, Blue Hétfő Klubfeca 4-10, Bádogos Cooper SC 2-9. A tabellát továbbra is a Turulány vezeti 49 ponttal, második a Bombon 46 ponttal, de ők egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, harmadik a Fedél Kft. 42 ponttal. Negyedik a Csipluszi, ötödik az Aprilia Motorosbolt, hatodik a Klubfeca, hetedik a Blue Hétfő, nyolcadik a Cooper SC, kilencedik a Bádogos, tizedik a Süni és Barátai, a kieső helyeken 11. a Széphőszeder 19, 12. a Fészeképítők 18 és 13. a Koral 17 ponttal. A 24. fordulóban, azaz a jövő héten a Bombon a Blue Hétfővel, a Fészeképítők a Korallal, a Fedél Kft. Az Apriliával, a Csépluszli a Süni és Barátaival, a Klubfeca a Bádogosar, a Cooper pedig a Széphőszederrel találkozik. A jövő héten a Turulline együttes lesz a szabadnapos gárda. Kedves nézőink, ennyi volt már a Pécsfája, műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.